Szeretettel köszöntöm az irányvonal nézőit. Mai kérdésünk egy igen komoly, súlyos gondolattal foglalkozik. Minden helyzetben bűne az abortusz. Az igen-nem eldöntendő kérdések nem igazán az irányvonal kategóriájába tartoznak, nem azért, mert nem lehet igeneket meg nemeket mondani, csak akkor 7-8 percet nincs is mit beszélni, ezért szeretném, ha egy kicsit körbejárnánk ezt a kérdést. És egyébként nem csak ez a kérdés nehéz, hanem a tudomány fejlődésével számos olyan területe lett az életnek, aminek a kérdései hát zavarba ejtőek és fájóak, akár a terhesség megszakítás, akár az eutanázia, az életvégi kérdések, vagy nem átalakító műtétek. Szóval a tudománynak köszönhetően jócskán belemásztunk az emberi test a létezés kérdésébe, és egyre szaporodnak a kérdések, a mesterséges intelligencia is, egyéb dolgok, marsutazás és mennyi minden van még, szóval nem könnyítjük meg a magunk dolgát, miközben egyre bölcsebbnek hisszük magunkat. Ilyen kérdés az élet kezdetére, vagy akár a végére, a mienségére vonatkozó minden egyes kérdés is. Amikor felmerül ez a gondolat és ez a nagyon nehéz feladat áll előttünk, akkor mindenféleképpen érdemes megnézni azt, hogy alapvetően két tábora van ennek a kérdésnek, szokták így nevezni őket, hogy vannak az életpártiak, tehát egy újabb élet megszületése mindenáron, illetve a döntéspártiak, hogy a már meglévő élő ember dönthessen arról, hogy mit kíván tenni, és hogyan kívánja tovább alakítani az életét. Természetesen nagyon érdekes és tanúságos itt megvizsgálni azt is, hogy vajon kit mi motivál. Van egy olyan szempont, megközelítés a döntéspártiak oldalán, hogy a nők rendelkezhessenek a saját testükkel. Tehát ilyen értelemben az, hogy bennük mi folyik, vagy mi alakul, az mégiscsak az ő döntésük kell, hogy maradjon. Szintén döntéspárti oldalon, tehát az abortuszt támogatók oldalán merül fel az, hogyha betiltjuk ezt a döntést, akkor tulajdonképpen csak az illegális abortuszok számát fogjuk szaporítani, az a korszak tér vissza a maga veszélyeivel együtt, és lehet, hogy még több anyát fogunk elveszíteni, miközben ilyen kockázatokat vállalunk. Gyakran szerepel motivációként a nehéz anyagi helyzet, hogy a gyermek vajon hova születik, vagy a nem kívánt gyermek kérdése érve, amikor akár egy sérült gyermek megszületésének lehetne akadályát állítani az abortusszal. Nyilván sajátosak ezek a megközelítések, hiszen egyrészt egy sérült gyermek nem bizonyított, hogy feltétlenül csak boldogtalanságot hozhat a családba. Másrészt a megszülető gyermek számára, ha esetleg a vérszerinti családja nem is vállalja, de még az örökbefogadás, a gyermekre vágyó szülőknek a szeretet kiteljesedése még mindig lehet esetleg válasz, de akár a háborús erőszak miatt fogant gyermekek problémája is előkerülhet itt. Tehát nem egyszerű a kérdés, és ezért sem szeretnék én sem önmagába igennel vagy nemmel válaszolni, hanem kicsit körbejárva az anyai oldalt, ahogy az első gondolatban a motivációkat, az érveket vettük számba, vagy akár a gyermek oldalát, mert mondjuk tény, hogy ezek a gyermekek, akikről itt szó van, nem fogják tudni elmondani az érveiket, hogy akarnak vagy nem akarnak élni. Ugyanis nagy kérdés az, hogy egyáltalán hol kezdődik az élet, hogy az embrionális fejlődésnek melyik az a, szokták mondani, döntő pillanata, amikor már tényleg önálló életről beszélhetünk. Vannak, akik az életképesség időszakát, tehát valahol a 24-26. Hét környékét veszik alapul, amikor az önállósodás már fizikai értelemben is jelentős, vagy az agy megérésének, vagy az érzékelések, a fájdalom érzékelésnek a pillanatát veszik a magzati állapoton belül is az élet kezdetének, de vannak, akik egész a beágyazódásig mennek vissza. Nehéz, nagyon nehéz erre mit mondani, hiszen két élő lény, az anya és a benne lévő kicsi picurka élet összhangjáról lenne szó, és úgy tűnik, hogy ez az összhang, ha valamiért nem akar létrejönni, akkor mégis csak az egyik dönthet, de vajon hogyan dönthet, vagy mikor dönt jól?
Az biztos, mivel a kérdezőnk is az irányvonalba tette fel a kérdést, tehát számunkra, hogy a Biblia megközelítése is legalább ennyire tanulságos, tehát az anya a gyermek után jön egy harmadik forrás, ahol például Jób könyvének a harmadik fejezete, a harmadik versében érdekes, hogy a fogantatás és a születés párhuzamba van állítva, és amikor Jób az élet értelmetlenségén sajnálkozva beszél a megszületés értelmetlenségéről, nem az abortusz mellett foglal állást, bár érzelmileg nagyon-nagyon hasonló töltete van annak, amit elmond, hanem egyszerűen csak kifejezi azt, hogy mennyire rettenetes tud lenni az élet, és hogy az élőlény számára fogantatás és születés, minthogyha már ugyanarra az életre utalna. Jeremiás könyve 5. fejezete indul rögtön azzal a gondolattal, hogy az Isten már mielőtt az anyaméből kijöttünk, ismer bennünket személyiségként tart számon. Hasonlóan olvashatjuk Ézsaiás könyve 49. fejezetének első versét is, ahol azt mondja a próféta, hogy Isten az anyamétől elhívta, és már anyja, édesanyja szíve alatt is megemlékezett róla, az ő nevéről, az ő személyiségéről. A fogantatásnak és az életképességnek ezek a dokumentumai azonban semmiféleképpen nem biológiai vagy orvostudományosan megalapozottak. Lukács evangélium első fejezetében, hogy az új szövetségbe is átkiránduljunk, annál elgondolkodtatóbb, hogy az a leírás, ami ott Jézusnak, a Krisztusnak a megfoganásáról és az afeletti öröméről, Mária és Erzsébet találkozásáról szól, azt fejezi ki, hogy a terhesség korai időszaka is már a megtestesülés kezdeteként van számon tartva. Ebben a régi-régi irodalomban, vallásos iratban, a Bibliában, ami sokak és sokunk számára szentírásként, Isten szavaként áll rendelkezésünkre. Egy biztos. Nem elég egy egyszerű kategórikus választ mondani, miközben a Biblia sokkal inkább életpárti ebből a szempontból, mert legalább annyira védi a nőt is a szentírás. És amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk, akkor gondoljunk a női lélek vívódására, gondoljunk arra, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű kérdés. Az élet egy csoda, és végtelen megnyomorodás és lelki kár származhat abból, hogyha mi esetleg rosszul foglalunk állást, nem kellő érzékenységgel, nem egyszerűen igent vagy nemet mondva egy olyan kérdésre, amikor ránk néz egy leendő vagy lehetséges anya, hanem támogatólag, akár előtte vagy utána van ennek a döntésnek, támogatólag, mert a következményeit mindenféleképpen neki kell majd hordozni, ezért legyenek szempontjaink, de támogató szeretettel álljunk minden egyes ilyen kérdező mellé.